tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Gergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetocast, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetocast 5. adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. Az elmúlt és az elkövetkező hetekben igyekeztünk és igyekszünk jobbnál jobb témákkal kitölteni azt az űrt, amit a Parallaxis hagy maga után a nyári szünet alatt, ezt követően pedig szeptember 2-án indul ismételten útjára a Parallaxis Podcast. Mindez azt jelenti tehát, hogy ezen a nyáron ebben a mai hármas felállásban találkozhattok velünk, és a Planetocast mai adásában Bolygónyi városok, lehetséges jövő vagy utópia címmel beszélgetünk, és a társadalom, földrajz és a tudományos fantasztikum egyaránt terítékre kerül ezeknek a külön szálai összjátéka, de mindenek előtt köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardócné Kocsis Erzsót, szervusz Erzsó. Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szervusz Gergő. Sziasztok! És indítsuk talán az adást valamiféle definícióval. Egyetlen ki tudnám megfogalmazni, az, hogy bolygóváros, és ahogy titeket ismerlek, biztos vagyok benne, valaki valami idegen szót és kifejezést is fog használni. Melyik őtök tudná ezt megfogalmazni? Hogy tudnánk ezt meghatározni? Picit zavarban vagyok, mert két dolog is eszembe jutott a bolygóváros kapcsán. Van egy kevésbé fantasztikus, meg egy sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy elég fantasztikus magyarázat erre a definícióra, hogy mi az, hogy bolygóváros. Kezdem az elsővel, ami kevésbé fantasztikus. A település földrajzban a bolygóvárost hívjuk az olyan ilyen középvárosnak, ami egy nagyvárosnak az elővárosi zónájában fekszik. A legjobb példa a bolygóváros-város kapcsolatra Debrecen és mondjuk Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Balmazújvárosnak a kapcsolata. Ezeket említhetjük úgy, mint Debrecennek egyfajta bolygóvárosait, amik valamilyen szinten köthetőek ehhez a nagyobb szintű szolgáltató központhoz, Debrecenhez, de már ők is valamiféle vonzó erővel, vonzás körzettel rendelkeznek. Na már most a második magyarázat a bolygóvárosra, ami sokkal fantasztikusabb. Olyan bolygó, természetesen csak a fantasztikus irodalomban léteznek ilyen bolygóvárosok, olyan bolygó, melynek gyakorlatilag teljes egészét város fedi, bolygó méretű város, ami gyakorlatilag az egész planétára kiterjedt, ezt hívjuk bolygóvárosnak. Vagy másképpen, mert van erre egy idegen kifejezés is, ahogy itt kérdezted, Ecumenopolisnak hívjuk, ami fogalomnak a megalkotója, ez a Konstantinos Apostolu Doxiadis volt 1967-ben. Ő szerinte a jövő, a távolabbi jövő városai majd az egész bolygót el fogják lepni. Hát erre azért elég sok példa van. Természetesen a science fictionökben, hogyha azt mondom Coruscant, akkor szerintem minden hallgatónak felcsillan a szeme. Coruscant egy tipikusan olyan bolygó város, ami egy ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy Manhattan féle beépítettsége rendelkezik, gyakorlatilag a bolygó egészén, tehát egy orbitálisan nagy beton dzsungel lett az egész bolygó. Vagy ha azt mondom a klasszikus sci-fi rajongóinak, hogy Trantor az alapítványból, akkor megint csak nagyon sokaknak felcsillan a szeme, mert Trantor volt az első ilyen világ a science fiction irodalomban, ami tényleg egy ilyen példa volt arra, hogy milyen lehet az, hogyha egy város egy egész bolygót benő. Aztán később más science fiction univerzumokban követték Trantor, illetve később Coruscantnak a példáját is, hogyha megemlítem a Starcraftból Tarsonisnak a világát, ami szintén egy hasonló
világ, vagy a Warhammer 40.000-nek a holiteráját, az is szintén egy ilyen bolygóváros. Na már most a kérdés az, hogy lehetséges. Egyébként az az érdekes, hogy úgy is hívják, mondtad, de a... Ó, Isten, de szép neve van. Konstantinos apostolú Doxiadis nevét. Meg szebb neve van, mint a görög meghatározása. Igen, tehát ez szerintem ez kimondottan a nyelvtörőnek is jó. Tehát ilyen büntetésnek, hogyha valaki nem tud valamit csinálni ilyen városokban, nem kell ilyen büntető bolygókat létrehozni, mint éppen az általad elmelített Coruscantnak a holdján. Éppen elég, hogy egy pár tízszer mondja el ennek az úriembernek a nevét, szerintem teljesen tökéletes lesz. De az az érdekes, hogy mondtad, hogy ezt a bolygóváros témát, hogy ő magának van ilyen konkrét műve is, tehát Pakisztán új fővárosát, Islamabadot például ő tervezte meg, tehát ugye az ő ilyen víziói alapján, tehát valóságban is megjelennek ezek, tehát nem csak ilyen science fiction vonalon, hanem ténylegesen a napjainkban is lemérhető és utolérhető, hogy hogyan is képzelhetik el ezt, az lehet, hogy nem annyira misztikusan ilyen több ezer emeletnyi szinten, mint a Star Wars univerzumban, de egy ilyen távol-keleti, tehát egy ilyen pakisztáni országnál is meg lehet ezt nézni, hogy ez hogy működhet a valóságban, napjainkban. És ugye, ha már ugye ezek így fölmerültek, például népességszám, ugye említette Gergő, itt van olyan, ami ugye gyakorlatilag egy zsúfolt, teljesen zsúfolt település, de most, hogyha most városról beszélünk, hogy általában, ugye itt különböző léptékek vannak, nevezhetünk mondjuk nyilván egy magyarországi léptékkel egy város, az nem biztos, hogy egy kínai vagy egy Egyesült Államok tekintetében. Hol van határ? Lehet ilyen határt húzni? Nem. Meg ez érdekes, hogy hol húzod meg a határt, hogy melyik országban húzod meg a határt, mert például Izlandon vannak 200-300 fős városok, amit ugye Magyarországon már éppen még csak a falunak a határát súrolná, és ott meg városnak nevezhető, mert annyira ritka ugye a népsűrűség, meg olyan kevesen vannak, hogy 2-3-400 fős település az meg kimondottan városnak számít, 1000 fő az meg szinte egy metropolisnak. Na, hogy egy kicsit vicces a példát mondjak, hogyha valaki egy western filmre gondol, akkor mi a város? Na mi a város? Egy utcás, általában egy emeletes fából épült, viskókból álló kis egy utcás településke a poros pusztaságnak a közepén, az a város. Így van, sheriffel és szalonnal, aminek így be kell rúgni az ajtaját. Igen. És a csapostól egy viszkit kérni, meg porciót a lónak. A városnak a fogalma az egy nagyon-nagyon képlékeny dolog, sőt, tovább megyek, a településnek a fogalma is egy borzasztó képlékeny dolog. Tehát, hogyha én most építek egy kulipintyót a semmi közepén, és abban a kis házban élek én egymagam, akkor az is település. Egy fővel, az is településnek számít. Hát ugye vannak Magyarországon is, meg ha már ugye itt elválasztjuk, hogy ugye falu vagy város, hogyha most úgy mondom, hogy a magyar történelmi hagyományokat nézzük, ugye a magyar királyság időszakán most legyen 64, vagy éppen ugye akkor valamennyi vármegye, ugye ezek mindig változtak, tehát ez most egy pontos számot, ugye nyilván ez egy adott pillanatot tükrözött, de el kell mondani, hogy számos olyan vármegye volt, ahol lényegében szinte csak községek, falvak voltak, és lényegében egyedül mondjuk a vármegye bírt valamilyen szabad királyi városi vagy mezővárosi ranggal, de voltak a egyes vármegyéknek olyan járása is, hogy még maga a járási székhely sem volt város kategória, és ebből nem egy volt, most mindig a Felvidék jut eszembe, ahol ilyen típus számtalan előfordult, és ez kicsit ugye ellentétben van napjaink világával, ahol ugye minden magyarországi település arra törekszik, hogy városi rangot kapjon. Nyilván ugye ennek megvannak a kritériumai, és nyilván megvannak az előnyei is, ami miatt ugye erre van egy törekvés, de gyakorlatilag, hogy ilyen tempóba halad, akkor lényegében az összes magyarországi település, most viccesen mondom, idővel az lesz, ellentétben mondjuk a korábbi hagyományokkal, meg ugye a realitással, meg azt mondom, hogy egyfajta objektivitásra, de ugye ez is mint minden változik. Egyébként az az érdekes, ugye, hogy ez a te említetted, hogy a városokat, hogy nekem a városok, mint olyanok, mint tétezők, az sokkal korábbról indulnak az én fogalomtáramba. Tehát, sőt, hogyha belegondolunk, hogyha az időben brutálisan messzire visszamegyünk, tehát
Elmegyünk Indiába például, ahol van a Varanasi nevezetű város, ahol azt tartják, ugye, hogy már a teremtés előtt is létezett ez a város, és maga Shiva volt az, aki ezt alapította, és akiről Mark Twain maga azt mondta, hogy vénebb a történelemnél, vénebb a hagyományoknál, vénebb még a legendáknál is. És az az érdekes, hogy erről a városról azt tartják, tehát ilyen tök költőjén írják, hogy Shiva göndör harfürtjein, a Ganges képében a teremtés ősi vize eleszkedik le. Tehát ez a, hogy is mondják, hogyha a városokban gondolkozunk, tehát ez a több tízezer évvel ezelőtt alapított város, nálam itt indul, ami India, ami ugye messzire el fog vezetni majd hozzád amiket te mondtál, de utána meg a, te mondom, hogy India ez, ami szerintem tényleg ez, ami a legősibb, ami városnak nevezhető város, és ahol már több ezer ember is élt, jóval, jóval, jóval a mi civilizációnk előtt. De ugyanilyen ősi város, még ugye mindenkinek a neve mindenkinek ismerős a Jerikónak a neve, tehát ez olyan város, ami szintén mindenki tudja, hol van. Úgy, fal a porba hullott rég. Igen, ugye ma a napság ugye Palesztina része, de ez a város és Jerikó is 9-10 ezer évre tehető vissza a telepítése, tehát 9-10 ezer évvel ezelőtt már létezett ez a város, és ugye jó párszor lerombolták, hiszen a Bibliában is benne van, ugye, amikor hétszer körbejárták a zsidók, és ugye mindig megfújták a kürtjeiket, és a hetedik fújás után, hogy te említetted, összeomlottak Jerikó falai, de ennek ellenére mindig újra sikerült építeni, és ugye ma létezett ez a város, és nem csak ez az érdekesség, hogy ilyen iszonyatosan ősi és régi, tehát szinte felfoghatatlan emberének, hanem az is, hogy 250 méterrel a tengerszint alatt épült ez a város, azaz a Föld egyik legmélyebben fekvő városának számítható. De hogyha elmegyünk így a Krisztus előtt 2-3-4-5 ezer években, tehát olyan városok épültek, amiket ugye mindenki történelemből tanult, és ugye ismerős nevek, tehát ilyen, hogy Trója, Szúza, Damaszkusz, Aleppo, Atén, Byblosz, Uruk, tehát ezek mindenkinek ismerősen csengenek, és ezek ilyen hihetetlenül ősi és régi városok, és ezekben is már több ezernyi ember is élt, tehát már például Urukban már Krisztus 3000-ben már 50 ezer lakos volt, és 11 kilométer magas városfal vettek körül. Tehát ez egyszerűen felfoghatatlan, és innen jutunk el szépen utána, hogy később ez hogyan alakult a civilizáció folyamán. De az okos szerintem elképesztő volt az ilyen nagy és tényleg ilyen szenzációs városaikban, amik ugye tényleg a civilizációk a bölcsői. És akkor még nem is említettük Timbuktut, vagy Angkor Watot, vagy Tenochtitlant, hogy egy kicsit jobban széjjel nézzünk a világban. De hogy most kicsit hazajöjjünk, a legkisebb hazai város az 1000 fős pálháza, közben Érd az sokáig, egészen pontosan 1978-ig a 30 ezeres lakosságával Európának a legnagyobb faluja volt. Közben Kínában pedig több százezeres óriás falvak léteznek. Tehát látjuk azt, hogy vannak olyan városok, amik nem olyan városok, mint az általad is említett eszméletlen ősi, monumentális városok, csak ugye várossá lettek átminősítve ilyen-olyan megfontolásokból. Tehát vannak a de jure, illetve a de facto városok. Tehát van azért egy elég komoly különbség a két város típus között. Tehát, mint látjuk, nem a népesség teszi a várost várossá, lásd az 1000 fős pálházát, hanem az, hogy ez az 1000 fős pálháza a körülötte lévő nagyon nagy napló települések számára mit tud nyújtani. Egészségügyi szolgáltatások, posta, üzletek, iskola, és még sorolhatnám. Szintén ugye a múltban nyúlik vissza, hogy egyáltalán ugye hol jön létre egy település, legyen az város vagy falu. Nyilván ennek megvannak a kritériumai. Nyilvánvaló, hogy ennek ugye alapvetően földrajzi vonatkozásai voltak, hiszen nyilván valamilyen folyóvíz vagy állóvíz mellé volt érdemes települni. Hogy mondtad, a földrajzi vonulás, ugye tovább gondoljuk az ilyen gazdasági vonal, tehát az, hogy nagyon sok település ugye ilyen kereskedelmi útvonal mellett esett, tehát azért indult fejlődésnek, mert ahogy jöttek-mentek az emberek, akkor ugye kellettek bizonyos pontok, ahol le lehetett útközül parkolni. Tehát ez nem csak Elon Musknak az elmélete az, hogy elmenjünk a Marsra előtte, meg kell állnunk szusszanni egyet a Holdon. Tehát ezt már a Krisztus előtt 4-5 ezer évvel is tudták, hogy ahhoz, hogy eljussunk A-ból B-be, nem árt egy hely, ahol egy kicsit lecuccolhatunk, és lehet, hogy újabb dolgokat tudunk beszerezni. Tehát biztos, hogy a kereskedelem biztosan beindíthatta ezeket a folyamatokat, hiszen voltak ugye helyek, ahol tehát ez az egyszerű, nekünk meg volt búzánk, nektek nem volt, de nektek
nektek volt banánotok, és akkor kicserjük egymásra, és elindulunk, de lehet, hogy útközben találtunk narancsot, és akkor azt is fel tudtuk venni. És ez biztos, hogy ez is beindított ezeket a folyamatokat, hogy amelyik település jó helyen volt, akkor az jobban beindult, mint azok, akik ilyen távolabb estek ezektől. Erre egy nagyon speckó példát tudok mondani. Magyarország esetében ismerünk egy olyat, hogy vásárvonal. Mely vásárvonal mentén létrejöttek különböző vásárvárosok. Na ma most itt arra kell gondolni, hogy mondjuk az Alföld, illetve mondjuk az északi középhegység, mint két nagy tája Magyarországnak, hogyan, hol találkozik ez a kettő egymással, tehát hol van lehetőség arra, hogy különböző áruk, gabona, élőállatok, illetve a hegyekből származó fa, esetleg különböző ércek gazdát cserének. Ezek voltak a vásárvonalak, és illetve ezeken települtek vásárvárosok, tehát ez is egy nagyon-nagyon komoly telepítő tényező volt annak idején. És nyilvánvaló, hogy ez a kereskedelem, amit említesz, ugye ez kitermelte utána azokat a társadalmi vezető réteget egyfelől a előálló vagyonokán, ugye, akik a vezető réteget alkották, és nyilván utána ezek kellő mértékben gondoskodtak a védelemről is, és ugye akár ugye Magyarországon is ugye a megyéknek az eredeti, meg az ugye a vármegye volt nyilvánvaló, mert különböző hazai vonatkozásban is védelmi funkciót láttak el azok az erődítmények, és nyilván a falvak is a köré települtek, és ugye nyilván ennek mindegyik ugye esetlegesen közelében ugye a víz, amit említettünk, meg a kereskedelmi utak, és az úgy szépen egyre fejlődött, ez nyilván a világ minden táján így volt. Később pedig aztán jött az ipari forradalom. Amit még Nádi mondott, én még ahhoz akarnék visszakapcsolni, hogyha lehetne ugye az, hogy mindig is így volt. Tehát ebben az az érdekes, tehát ugye említettem talán Tróját, ugye Henrik Schliemann, ugye neve az biztos mindenkinek ismerős, hogy 1870-ben ugye fedezte fel Trója romjait, egyesek szerint széttrólkodta Tróját, mert ugye viszont szétpakolta az ott levő régészeti leleteket. De ugye az az érdekes, hogy amikor feltárták Tróját, 9 réteget sikerült végül is beazonosítani, és hogyha belegondoltak, ez pont arról szól, amit ti mondtátok, az, hogy elpusztult Trója, újraépítették, tehát mindig volt valami oka, hogy just is csak azért is oda kell építeni ezt a város, mert ott van olyan sarkalatos pont, amiért ott valaminek lennie kell, aminek ott léteznie kell, és ezért azért 9-szer újraépíteni valamit, azért az eléggé beszédes, hogy valószínű, hogy Törökországnak ez eléggé lényeges helye lehetett. És ne feledjük el, ugye, hogy ma azt mondom, hogy mi a műemlékvédelemnek igen fontos szerepe van, azt mondom, hogy az általános kultúrkincs megőrzésében, a történelem, a múlt megismerésében, de ahogy Erzső is említette, ugye régén ezek folyamatosan egymásra épültek az ókori városok is, de például most így a felvétel napján lehetett olvasni több helyen is azt a hírt, hogy Bács-Kiskun megyében, Dunapatolyon, ott van egy középkori eredetű gótikus templom, ugye nagyon ritka azonban az alföldi környezetben, és ez gyakorlatilag Mátyás király időszakában épült, és ott a feltárások során megtalálták az alapító akkori földesúrnak a sírját, és előkerültek további gótikus részletek, de ugye ez azért érdekes, mert itt is az van, hogy nem úgy hagyták és pusztult, vagy esetleg maradt meg, hanem utána alakították át, és mindig használatban volt esetleg, ugye a felekezet is változott, nyilván ez eredetileg nyilván majd ugye katolikus templom volt, aztán a reformáció után reformátusoknak szolgált, de megvan egy folyamatosság gyakorlatilag több száz éven keresztül, és ezeknél az ősi városoknál is megvolt, hogy az egykori alapokra épült. Nyilván persze vannak, hogy itt ugye ankor hangzott el, ami aztán ugye abban a formájában, vagy akár most ha elmegyünk, ugye Gergő említette ezeket ugye amerikai ősi városokat, ott is nyilván vannak romvárosok is, de ugye mind a kettő megfigyelhető, de ez a műemlékvédelem pedig nyilván egy új lényegében, amennyire én tudom, egy 19. század végén kezdtek ezzel egyáltalán ilyen értelemben, mai modern értelemben foglalkozni. Hát akkor így elég sokat beszélgettünk a régmúlt városairól, hogy milyenek voltak a régi városok a történelem folyamán, akár nagyon régi, akár kevésbé
nagyon régi, de mindenképpen a múlt hasábjain lévő városok. Hát akkor szerintem egy kicsit beszéljünk nem csak a ma, de inkább a jövő városairól, tehát akkor vissza is kanyarodhatnánk ezekhez a szkifis bolygóvárosokhoz, hogy a gondoljátok, hogyha erre rábólintotok. Én rábólítok, de egyetlen dolgot még hadd említsek meg, ami viszont nagyon is kapcsolódik, amit elkezdtél mondani a jövőhöz, hogy a tudományt nem említettük, és itt előkerültek ugye uruk ezek a ugye mezopotámiai városok, hogy ne feledjük el, vagy akár ugye ezek a közép-amerikai, meg dél-amerikai települések, ahol, de most ugye mondhatjuk, hogy Ázsiát is, így magamat egészítem ki folyamatosan, ami legyen az ókorról szó, vagy a középkorról, az akkori tudománynak a központjai voltak, legyen az a csillagászat, az akkor értelemben vett természetesen az orvostudomány, vagy bármi egyéb, és ez mindig meghatározó volt, hogy egy-egy települési környezetben nyilván a városok voltak az akkor értelmet városok a tudománynak a központja, és ez kapcsolódik át egy kicsit, amit elkezdtél mondani, hogy nyilvánvaló az, hogy egy jövőbe tekintünk, ennek ott is meghatározó szerepe van, meg a tudományos eredményekre épít ilyen szempontból a jövő, az okos város koncepciótól, meg amit majd még ugye nyilván érinteni fogunk. Egyébként tényleg így van, ahogy szintén ez én is tudom mondani, tehát ugye Babilon meg Büblosz neve mindenki ismerős, és mindenki tudja, ugye, hogy ezek a nagy tudományosnak, ilyen matematikai, meg csillagászati megfigyeléseknek, hogy tényleg ezek voltak a bölcsei, és innen indultak el ezek a dolgok, és ugye ezek a városok is ilyen Krisztus 3000-ben már léteztek, és ők már akkor foglalkoztak vele, és olyan megfigyeléseik és feljegyzéseik voltak, amiknek nagy része még mag is megállja a helyét. Ahogy itt említettétek, hogy ezek az ókori városok az akkori civilizációknak a jelzőtüzei voltak, úgy jelzőtüzei a különböző galaktikus civilizációnak a science fictionökben a különböző bolygóvárosok, akár Trantor, akár Coruscant, hogy a Trantort nézzük, ahogy említettem, ez volt a legelső ilyen bolygóváros a science fictionben, Asimov alapítvány sorozatában, az emberek galaktikus birodalmának volt a központja, ez a Trantor nevű bolygó. Az érdekessége az, hogy ez körülbelül valamivel kisebb, mint a Föld, 8000 km átmérő jégitestről van szó, de ezen az aprócska bolygón 45 milliárd ember lakott, ugye csúcs pontjában ennek a településnek, mert később aztán, ahogy Trója meg Timbuktu, új Trantor is elbukott, ugye a történelem vasfogát, az idő vasfogát Trantor sem tudta túlélni. A bolygó ebben az alapítványban, ahogy ugye most nem mondok semmi meglepőt, igencsak ki volt téve az élelmiszert, egyéb árukat, cikkeket szállító űrhajóknak, külső ellátmányuk nélkül ez a bolygó az életképtelen lett volna. Szerepe Trantornak konkrétan az volt, hogy a birodalomnak a működését lássa, tehát egyfajta adminisztratív központként funkcionált, ez a 45 milliárd lakosnak a nagy része a birodalomnak az igazgatásán szorgoskodott. Ami nekem furcsa az, hogy ha már annyira felfejlődött a technika, hogy be tudtuk lakni az egész galaxist, ami predesztinálja azt, hogy az informatika, számítástechnika is felfejlődjön annyira, akkor nem igazán értem azt, hogy miért van szükség 45 milliárd főre, mikor már valószínűleg az informatika annyira felfejlődött, hogy a különböző számítógépek sokkal nagyobb hatásokkal tudták volna végezni azt az adminisztratív munkát, amit a Trantor esetében az emberek végeztek. Ez számomra egy ilyen kicsit nagyon, nagyon furcsa dolog. Amit még érdemes tudni a Trantorról, az az, hogy Coruscanttal ellentétben, mi Coruscantról az a kép jön be először a szemünk elé, hogy ilyen felhőkarcolókkal teli lévő bolygó. A Trantornál a bolygót egy ilyen fém burokkal burkolták be, tehát mintha ilyen kis szappan buborékok lettek volna a bolygó, most ez a legjobb hasonlat, ami most így eszembe jutott, és ezek alatt a kis gömbhéj részletek alatt volt az élet, ezek a gömbhéjak alatt keltettek mesterséges fényt, hogy imitálják a napfényt, ezek alatt voltak a különböző épületek, életfenntartó rendszerek,
az oxigéntermelő rendszerek, energiatermelő rendszerek, és így tovább, és így tovább. Ugye Trantor esetében mindegyik adminisztratív régióban, mely adminisztratív régióban 800 volt ezen a bolygóváson, mindegyik ilyen régióban körülbelül 550 millió fő élt, és ennek az átlagos népsűrűsége négyzetkilométerenként 232 fő volt. Na már most, hogyha tovább lépünk, akkor második ilyen világ a Coruscant. Várjál, bocsánat, igen? Egy kérdést ehhez hadd tegyek föl, vagy kapcsolódjak hozzád. Ugye, hogy említetted, hogy meglep ugye ez a magas lélekszám, ugyanakkor viszont az is érdekes, hogy méretben, ugye egy lényegében egy föld méret, mondjuk egy Mars és Föld közötti méret, hogy ez honnan jöhetett vajon az írónak ez az ötlet, hogy azért megpróbálta földszerűvé tenni, és az olvasót úgy mondom, hogy amellett, hogy egy fantasztikum világába helyező tudományos fantasztikus, hogy azért legyen valami szál, és azért gondolhattam, mert itt tényleg egy hatalmas, hogy mondjam, kontraszt van a kettő között, még úgyis, hogy tudjuk, hogy ugye sokszor elhangzik, hogy a mai Föld is a jelenlegi mérete, meg a befogadó képessége már rég túl vagyunk, de ez hol van ez ugye mostani 7-8 milliárd közötti ugye a 45 milliárdhoz, és itt ráadásul még egy kisebb is ugye itt a 8000-es kilométeres átmérő, vagy a földi 12000-nél még kisebb, hogy mi lehet az oka, hogy egy ilyen, úgy mondom, egy apró bolygóra helyezte ezt a tömérdek embert. Talán az, hogy még jobban kiemelje a kontrasztot. Tehát, hogy egy földnél kisebb bolygóról van szó, amit ennyien élnek, és ami annyira zsúfolt, hogy egyetlen egy zöld felület van ezen a Trantoron, ahol látszik az égbolt, ez pedig nem más, mint a császári palota, illetve annak az viszonylag nagy kertje. Sehol máshol nincsen zöld terület, tehát az egész bolygó be van építve. Ez lehetett a célja Asimovnak. És lehet, hogy így egyfajta jövőbe tekintés, mert azért lássuk be is, úgy mondom, hogy egy csomó mindenben ilyen úgymond most profétaként látod, vagy írt meg dolgokat, vagy legalábbis komoly párhuzamokat lehet látni, hogy ez kicsit ugye összhangban van napjaink túlnépesedésével, és ugye azt mondom, hogy azzal a földi eltartó képességgel, amivel ugye még elhangzik, hogy már most problémás, és ugye ez nem állt meg. Valóban nem állt meg, és Trantor esetében is elpusztult ez az óriási nagy bolygóváros, tehát gyakorlatilag a történelem az elsöpörte, a különböző háborúk, forradalmak, zavargások ahhoz vezettek, hogy ez a Trantor, ez egy ilyen urambocsász lömös vidék kialakult. Egyébként érdekes, mert amiről beszélsz, erről két dolog is eszembe jutott. Tehát ahogy mesélted, hogy néz ki a bolygó, meg minden, ugye, még a Star Trek, Star Wars-os Coruscant még csak el tudom képzelni, meg azt valahogy az Jedi templommal, meg a Jedi rend otthonával valahogy egy kicsit ezzel, mert inkább ilyen érdekesnek is tartja, de amiket mondtál, hogy hogyan nézett ki, tehát az, hogy semmi zöld terület nincs, csak ezek a sok fémes, szürkés ízé, teljesen ugye ilyen vízió van, tehát hogyha megnézzük ugye a Blue Origin-nek, ugye a atyának, Jeff Bezosnak a vízióit, hogy ő milyennek képzeli el a majdani hold kolóriákat, tehát teljesen olyasmi, mint hogyha erre hajazna. Egyébként ez nagyon érdekes, mert hogyha szóba kerül majd, hogy ki hogyan képzeli el ez a későbbi kolonizációkat, de ez teljesen olyan, amit te mondasz, tehát ez ugyanilyen magas, hatalmas felhőkarcolókkal hatalmas építmények, ez teljesen úgy néz ki, mert teljesen úgy képzelhető el. Tehát lehet, hogy innen is látszik, hogy az ötlet nem biztos, hogy saját volt, hanem lehet, hogy merített valahonnan ihletet. Másik az, hogy mondtad ugye, hogy bedőlt végül az egész, hogy érdekes ez ugye, hogy ezek az intelligens települések, ezek az intelligens bolygónyi városok, hogy ezek hogyan működhetnének, ugye vannak erről is különböző elméletek, ugye különböző ilyen fikciók, meg víziók, hogy hogyan lehetne, ugye a Pakisztánról már volt szó korábban, de Jean-Jacques Frescónak van egy ilyen intelligens települések víziója, ami az Előretekintés című könyvében írja be, ahol pont ez a, amit te mondtál, talán ezt próbálnák áthidalni, hogy annak ellenére, hogy egy olyan társadalmat hoznak létre, aminek ugye a lakossága eléggé
magas lehet, meg eléggé teleépített az adott település, hogy mégis egyfajta fenntarthatóság létrelőhessen, és egyfajta intelligens település legyen, ahol passzív házak vannak, és ahol élhetőbb legyen az egész élet. Tehát egyfajta ilyen kibernetikus társadalmat képzelnek el, ahol már nem is igazán a munkára lesz szükség, hanem eljött egészen más értékek fognak megjelenni. És ebben az a érdekesebb a gondolatban, hogy ez nem egyedi, ez az a gondolat, tehát nem csak nála jelenik meg ebbe az előretekintés művébe, hanem hogyha már ilyen különböző univerzumokat beszéltünk, már volt az alapítvány, vagy a Star Wars, akkor behúzhatjuk a Star Trek-et is, mert hogyha belegondolunk, ugye, akinek rémlik, amikor a kapcsolatfelvétel napja a filmben ugye szerepelnek, és ugye Picard meg Lili beszélgetnek, ugye Lili volt a Zefran Cochrane-nek a asszisztense, ugye Cochrane alkotta meg azt az első fénysebességnél is gyorsabban haladni képes űrhajót, a Főnixet, aminek kapcsán ugye később a vulkániák azt érzékelték, és megtörtént a kapcsolatfelvétel napja. Tehát ugye, amikor beszélget Lili meg Picard ide visszatérve, tehát ugye, ugye Picard a jövőből jött, Lili meg úgymond a jelenben él, és az, hogy arról beszéltek, hogy ennyi olyan társadalom van már a Picardék életében, ahol szintén ilyen kibernetikus társadalom van, ahol nem a munkára van elsődlegesen szükség, hanem egészen más értékek. Tehát amikor megkérdezi például, hogy mennyibe kerül ez az űrhajó, és ugye, hogyha az Enterprise el fog pusztulni, és neki nagyon furcsa volt lényeg, hogy Picardnak nem ez a legfőbb gondja, hogy atyavilág, miből fogok venni űrhajót, mi hol fogok dolgozni, stb., hanem mondta, hogy mi egészen más dolgokkal foglalkozunk, a tudománnyal, a művészettel, tehát egy egészen más szintre tudják rakni ezek segítségével az életüket, és lehet, hogy éppen ez a szikra hiányzott ahhoz, hogy ez a bolygó, amit Gergő te mondta, hogy ne tudja így áthidalni ezt a nehézséget, hogy nem találták meg ezt a pontot, hogy valahogy át tudjanak lendülni, hogy fenntartható legyen, még úgy is, hogy ennyi ember él rajta. Hát én szkeptikusabb vagyok ebben a tekintetben, tehát én sok olyan dolgot látok, ami miatt a bolygóvárosoknak a fennmaradása eléggé kétséges. Idővel aztán Coruscant is elkezdett hanyatlani, volt ott egy külső támadás is, aki jobban ismeri a Star Wars univerzumot, az tudja, hogy a Yuuzhan Vong nevű faj lerohant a Coruscantot, és elég komoly károk történtek. Hogy a Coruscantról egy kicsit pár szót egyébként említsek, ez körülbelül méretek tekintve nagyobb, mint a Trantor, olyan földszerű bolygó, körülbelül azonosak a paraméterei, ám bár ennek a népessége már trilliókban mérhető, tehát egy sokkal nagyobb ugrása Trantorhoz képest, és ami nagyon érdekes még, hogy több mint 5000 emelet létezik ezen a bolygón, hogyha a felhőkarcolókra gondolunk, ugye, hogyha bárki egy ilyen Star Wars filmet megnézett, hogyha vagy akár Star Wars játékkal játszott, a Coruscantban lévő jelenetek az gyakorlatilag ilyen végtelen magasságú felhőkarcolókat mutatnak be, melyben ugye különböző légi folyosókon haladnak a kis űrjárműek, ami kicsit hasonlít az ötödik elemben látott látványra, ami hasonló Coruscant-szerű városban játszódik, na de nem is ez a lényeg. A bolygónál, hogyha mennénk lefele ezek a szintek mentén, akkor azt látnánk, hogy tel is tele van sötét sikátorokkal, ahova már a felhőkarcolók árnyéka miatt abszolút nem jut a fény. A bolygó éghajlatát pedig az egyes városi kis mikroklímák uralják. Szerintem Nándi meg én elég jól ismerik ezt a jelenséget, nem tudom, hogy te Erzsó mennyire. Nekem az a szilárd egyetlen egy nagyon-nagyon komoly tapasztalat, amit Debrecenben, hogy itt a 10 emeletes panelházak között van egy olyan fix pont, ahol akár esik, akár fúj, akár süt a nap, akármi van, mindig állandóan fúj a szél. Debrecenben szerintem mindig fúj a szél, tehát nekem az volt az emlékem mindig a városról, hogy ott folyamatosan abszolút fúj a szél. Igen. A Hortobályról is, ezt egyebivel ugye, hogy oda jártam főiskolára x évet, és nekem mindig ez tűnt fel, hogy kimentél a Calvin térre, és állandóan levitte az a iszonyatos húzat a fejedet. Tehát ez ismerős teljesen onnan. Hát nekem pedig ugye egy ilyen régi bérházas környezetben pedig konkrét ugye mérésekkel nem tudom alátámasztani, de a gyakorlat, tehát most azért több évtizedes tapasztalatok mutatják, ez a hőmérsékletbéli különbség, hogy gyakorlatilag egy akár budapesti külső kerület, vagy vidéki tartózkodás után, hogy egyszerűen kézzel foghatóan
most így, ez egy kicsit képzavarra, de érzékelhető módon eltér a hőmérséklet, és magasabb az épületeknek, ugye ez a téli időszakban teljesen egyértelműen a fűtése miatt, nyilván a szellőzés mértéke, tehát a légáramlatok, tehát jóval magasabb hőmérséklet uralkodik érzékelhetően. Úgyhogy ezeket így az ember tapasztalja, és ez ténykérdés. Amellett, hogy nyilvánvaló, hogy egy természetes környezetben is előfordul, és pont ide kapcsolódik, hogy nemrégiben itt a Miskolci Egyetemnek egy nagyon érdekes kutatási eredményéről néztem meg egy kis YouTube videófilmet, ahol konkrétan a Magyarországon mért legalacsonyabb hőmérsékletet sikerült detektálniuk egy vidéki környezetben, aminek ugye egy hátulütője van, hogy ugye meghatározott ennek a hivatalos formája, hogy egyáltalán hol és milyen körülmények között. Tehát ez egy nem hivatalos mérési adat, ugyanakkor viszont szakemberek által mért, és azt tükrözi, hogy bizonyos mikroklímák esetében ilyen nagyon komoly eltérések lehetnek, és egészen extrém viszonyok is lehetnek, és nem egy település, hanem egy teljesen természetes körülmények egy adott tájnak a viszonyai között alakul ez ki. Elég annyit mondok, hogy jelenleg, ahol lakom, itt egy emeletes panelházban, itt a kültéri hőmérő, hogyha tényleg a nap második felében vagyunk, akkor 40 fok feletti hőmérsékletet mutat. A szobámban ugye végig 30 fok körül van a hőmérséklet nyaranta. Viszont laktam egy olyan helyen, szintén egy panelházban, ami viszont keleti fekvésű volt, ráadásul alacsonyabb volt, még egy fa is beárnyékolta, az nem csak télen, de nyáron is hideg volt, tehát még nyáron is alaposan fel kellett öltözni, hogy ne fázzak. Na de nézzük meg akkor, most kicsit akkor kanyarodjunk vissza, hogy van-e még ilyen város, amit ugye a science fiction irodalomból érdemes megemlíteni. Gergő. Valószínűleg ezt is elég sokan ismerhetik, a Starcraft univerzumából Tarsonist, mely a Tarsonis bolygónak a legnagyobb városa, ami nincsen igazából leírva az, hogy ez egy bolygóméretű város, de már egy megalopolisnak mondható, vagy egy kicsit Doxiadisra visszakacsintva, tehát egy olyan városnak, ami akár ilyen kontinensnyi kiterjedésű lehet. Ennek a Tarsonisnak 2 milliárd lakosa van. Hát ugye később aztán ez is elesett, nem a természetes dezurbanizáció folyamata miatt, hanem különböző háborúk miatt. Na de én azt mondom, hogy a bolygóvárosok létével kapcsolatban igencsak szkeptikus vagyok. A legelső érvem az ellen, hogy miért nem alakulhatnak ki ilyen bolygóméretű városok a következő. Nagyon sokan mondták azt 1-2 évtizeddel ezelőtt is már, hogy rengetegen költöznek ki nagyvárosokból, akár Debrecenből, akár Budapestről. Tehát, hogy a nagyvárosok népessége az csökken. Van aki ilyen kicsit tragikusan mondta ezt, ám bár ez egy teljesen természetes folyamat, amit szuburbanizációnak hívnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahogy egyre többeknek adatik meg a lehetőség, hogy autót vegyen, hogy a félretett pénzéből mondjuk egy nagyváros melletti kisebb településen vehessen egy kertes házat, és akkor nem kell egy panel lakásban élnie, akkor ezt megteszi. Ez egy teljesen természetes folyamat, aminek aztán a következő lépése a dezurbanizáció, amikor meg már elköltöznek vidékre a városból, vagy a város közeléből, mert megtehetik, mert nem csak városodás létezik, a városnak a növekedése, hanem a városiasodás is létezik, mely a városi infrastruktúrának a vidékre történő kiterjedését jelenti. És nézzük meg, ugye, hogy milyen problémák is vannak. Ugye itt azért fölmerült egy csomó ilyen itt az előző. Például most mit tudom én, élelmiszerellátás. Tehát akár most nézzük meg ezt mondjuk egy földi, de akár ezeknél az elképzelt körülmények között. Most nekem ugye egy kicsit a kettő között lavírozva mondjuk a Marsot mondanám, egy kicsit a jövőbe nézve, nyilván most nem egy terraformálásról beszélek, de úgy, hogy mondjuk már meghatározott számú kutató, meg esetleg valamilyen nyersanyag kitermelés zajlik, hogy például hogy tudjuk az élelmiszer ellátást biztosítani. Nyilván különböző
melegházakkal, stb. De figyelembe kell venni ugye az ottani ugye talajviszonyokat, ugye a sugárzást, azt, hogy esetleg milyen sugárvédelem lehet, meg az, hogy azt a mennyiséget, amit mondjuk egy adott létszámnak, tehát egy adott állomásnak biztosítani, az képes lesz, mondjuk például olyan, hogyha melegházakban zöldségeket, meg gyümölcsöket termesztünk, hogy tudunk-e például akkora infrastruktúrát kialakítani, ami ellátja ezeket. Hogy mit gondoltak erről, hogy ez probléma lehet a jövő szempontjából? Vagy akár a Földön is? Mondjuk, hogy nekem erre egy science fiction megoldás jutott ugye kapásból így eszembe, tehát már hogyha Star Trek, tehát ott egyszerű a Föderáció ezt megoldotta, hogy a különböző típusú bolygók közt vándorolva mindenkinek megvan a maga szerepe, tehát ott rendesen le van osztva, hogy honnan tudunk nyersanyagot szerezni, honnan tudunk élelmiszert szerezni, és hogyan tudjuk ezeket megoldani, hiszen ugye nagyon sok bolygó ugye nem tudja, nem tudja ezt saját magának előállítani és létrehozni, és így a kereskedelem kapcsán, tehát akár az élelmiszer és a nyersanyag utánpótlása az mindenképpen lehetséges lesz. És egyébként érdekes, amit mondtál, mert amikor éppen az általam emlegetett Jeff Bezosnak a vízióit néztem, hogy ő miért szeretne a Holdra milyen kolonizációkat építeni. Tehát van egy egészen extrém variáció is, amikor, ahol akár fák, állatok és egyéb házak is előfordulhatnának, hogy pont ez volt az első reakció, hogy ez nagyon szép és jó, de hogy, ahogy te értem, ez a hogyan fogjuk ezt oda elvinni. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy hogyan fogjuk ezt a sok dolgot elszállítani oda. Tehát hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy ugye ezek a dolgok ott legyenek, mert ugye valószínű, hogy megtermelni nehezebb, hiszen egyelőre ugye az üvegházakban termelt zöldségek, tehát nagyon szűkösek, hogy finoman fejezzük ki magunkat, tehát nem sűrűn szüretelnek almát az ISS-en, vagy nem sűrűn esznek epret, ugye, és a saláta meg a spenóton kívül ugye nagyon kevés zöldség fordulhat elő, és az ember ugye nem csak erre vágyik, hogy zöld színű növényeket tegyen. Tehát ez ugye ez elég komoly gond, meg probléma lehet, meg elég komoly ugye, igen, logisztika, hogy ez hogy fogják tudni ezt megoldani, hogy eljuttatjuk, vagy megtermeljük. Hogyha megtermeljük, akkor hogyan tudjuk létrehozni olyan körülményeket, hogy ezeket meg tudjuk termelni. Meg hogy olyan növényeket tudjunk termelni, hogy tényleg ne forduljunk be, hogy állandóan csak krumplit kell ennünk spenóttal, mert azért az eléggé szegényes étrend lenne. Annak ellenére, hogy a spenót rengeteg C-vitamin meg vasat tartalmaz, de talán egy kicsit kevés lenne a boldogságunkhoz. Igaz, hogy ez bennem is mindig fölmerül, hogy visszük oda, és lássuk be, hogy ez a jelen pillanatban ugye még lehetetlenné teszi azt a fajta kolonizálást, amit elképzelünk, de még azt a fajta állandó bolygófelszíni, vagy most legyen holdfelszíni űrállomás létet is, vagy ottani kutatóbázis létet is, és lássuk be, hogy most bármelyik szonda, amit ugye elindítanak földkori pályára, vagy valamelyik interplanetáris céllal, bármilyen ilyen vonatkozásban, ugye lényegében a kutatók, akik még műszereket akarnak mondjuk felpakolni, meg a mérnökök, akiknek ugye az a feladata, hogy az repüljön, gyakorlatilag egymás torkát szorongatják, az, hogy grammokon vitatkoznak, hogy a hasznos teher mennyi legyen, és az, hogy még mondjuk egy zsák krumplit rápakolunk, mert mondjuk kell a Marson, tehát ez jelen pillanatban tényleg nem realitás, és egy súlyos probléma. Én úgy gondolom, nyilván ez később megoldódhat, de ezt én több évtizedes időskálára teszem, és ebben nyilván egy nagyon komoly műszaki, technológiai, űrtechnológiai áttörés is szükséges, hogy olyan mennyiségű hasznos terhet tudjanak szállítani a Földről, meg nyilván ennek lesznek különböző átmeneti állapotai, hogy esetleg ugye a Holdról megy tovább, tehát nyilván ennek számtalan variációja, meg konstellációja lehet majd. Egyébként nagyon érdekes, mert a szállítás kapcsán, ugye, amit még Gergő mondott korábban, ez a kettő alapján ugrott be, jutott eszembe, meg főleg Gergő, te említetted az ötödik elemet, mint filmet, magát, hogy nagyon érdekes, tehát, hogy a szállítás, mint ilyen, tehát egy kicsit vízió, ugye nem a bolygó-bolygó közt, tehát nem ez ilyen interplanetáris szállítás, hanem a Földön, ugye már hogyha science fiction és valóságot összekeverünk, tehát a Hyperloop nevét, hogyha megemlítjük, tehát az valószínű, hogy mindenkinek ismerős, mert ugye már a Jeff Bezos-t emlegettük, akkor Elon Muskot is, és ugye neki az egyik ilyen felvetése volt, 2013-ban dobta be ugye a köztudatba ennek a
az ötletét, hogy ilyen hatalmas nagy kapszulában, egy légritkított csőben fog ilyen egy lineáris motor által hajtott vasutat létrehozni, és ez az az érdekes, ugye, hogy ez a vasút, vízi, légi, meg a közúti mellett, ez lenne az ötödik fajta ilyen szállítási közlekedési mód, és erre jutott eszembe az, hogy ahogy te mondtad, Kerk, hogy az ötödik ellen, tehát teljesen ilyen futurisztikus megoldás lenne, és ugye ezt 2013-ban dobtak be, 2014-ben ugye szintén volt egy ilyen ötlet, ugye ez a San Francisco és Los Angeles között közlekedne, és azt mondta, hogy ő ezt ugye 7,5 milliárd dollárból meg tudná oldani, és ugye ez napelemekkel termelt áramokat használnának, és ugye az általa létrehozott és ugye működtetett Tesla cégnek a töltőállomásait használja. Tehát ugye ez, hogyha nem is nem a bolygóközi szállításra, de tehát például a bolygón az egyes települések közti szállításra használható, vagy később, hogyha amit általad említett, ez a terraformáláshoz szintén akár használható, hogy könnyebben és gyorsabban el tudjanak jutni az egyes telepek között az élelmiszer meg adagok, akkor ezt szintén fel lehet használni, és ez már ilyen erősen hajazna már a Gergő által említett ilyen bolygónyi városok közlekedésére is, ahol tényleg ilyen science fictionekből ismert járműveken tudnánk szállítani a dolgokat, amit nem tudjuk, hogy hol áll, hiszen ugye azóta eltelt jó pár év, és ugye azóta is a Hyperloopról ugye nem nagyon hallottunk, meg nem nagyon közlekednek. Azt is meg kell említeni, hogy egy ilyen Trantor vagy Coruscant típusú bolygóvároson az oxigéntermelés is egy nagyon fontos dolog, illetve maga az éghajlat, illetve az éghajlatnak a szabályozása, mert ez lokálisan kézi vezérléssel kell szabályozni, mivel a bolygónak a saját természetes ökoszisztémája összeomlott, tehát nincsenek növények, amik kicserélnék a széndioxidot oxigénre, nincsenek képalgák, amik oxigént termelnének. Ugyebár, hogyha tovább megyek, nincsen érdemi anyagciklus, tehát vízciklus, oxigénciklus, szénciklus. Ezt mindet mi nekünk kellene csinálni. Tehát az a hulladék, amit mondjuk egy 45 milliárd ember megtermel, azzal nekünk kellene kezdeni valamit egy bolygó városon. Mi már elég brutális mennyiségű hulladékot termelünk, elég, hogyha a csendes óceáni műanyag hulladék szigetekre gondolunk, de számtalan ilyen példát is mondhatnánk, tehát belefulladunk a saját szemetünkbe. Képzeljük el, mi lenne, hogyha ez 45 milliárd emberrel történne, vagy akár többel. Hát ide kapcsolódik, hogy azt mondom, hogy maga az űrtechnika, most itt az oxigéntermelés részére, amit mondtál, annak az első részére reagálnék, hogy sajnos ugye gyerekcipőbe jár, hogy jól tudjuk, hogy idei év elején ugye ez a három kiemelt Mars misszió zajlott, és ugye ezek közül az amerikai, a Perseverance rovernek az egyik tudományos kísérlete ugye azt célozza, hogy a marsi széndioxid légkörből egy berendezés segítségével ugye oxigént állít elő, ami nyilván egy kis léptékű, egy technológiai demonstráció, de azt célozza, hogy egykoron ugye erre szükség lehet, de lássuk be, hogy egyelőre még ez ugye ott tart, hogy egy roveren egy a sok közül egy berendezéssel kísérletezünk, és ilyen nagyon kis mennyiségben állítunk elő. Tehát ebbe azért azt mondom, hogy komoly áttörés szükséges a jövőben, pláne a hulladék, amit említettél, hogy ehhez én csak azt tudom mondani, a tudatosságot, hogy Magyarországon is azért ez már nem új keleti dolog, a szelektív hulladékgyűjtés, tehát a mai gyermekek ebben nőnek fel, de én szülőként is tapasztalom, hogy ezt látják, és értelemmel is fordulnak hozzá, de még ott sem, és lássuk be, hogy a világ számtalan részén egyfelől ez semmiféle hulladékkezelés, mint szolgáltatás, az állam, az önkormányzat által nem létezik, és ennek a tudatossága pedig a nulla szinten van, és mi lenne, hogyha nyilvánvaló egy jövőbe helyezve egy jóval nagyobb itt, amit említettél, ugye 45 milliárdos, vagy sokkal nagyobb népesség, ahol ugye ezt nem sikerül átvinni, vagy pedig egész egyszer nem sikerül megoldani, mert az is lehet, hogy itt mindenki rendkívül tudatos lesz, de ekkora hulladékot a legtudatosabban sem lehet normálisan hulladékgazdálkodási megoldásokkal lekezelni. Ilyen körülmények között a bolygó társadalma, tehát egy ilyen bolygóváros társadalma egy időzített bomba lenne, és az sem segítene nekik, hogy egy ekkora mesterséges építmény, egy bolygó méretű mesterséges építmény a hosszú távú műszaki fenntartása, különböző hibák,
természeti károk, amortizáció, az szinte lehetetlen. Ráadásul maga a porzaj és fényszennyezés is brutális méreteket öltene, tehát gyakorlatilag egy teljesen élhetetlen világ lenne egy Trantor vagy egy Coruscant. Egyébként érdekes, hogy te mondasz arra, a Stephen Rose-nak van egy jó kis elképzés ezekkel a Skyway-típusú városokkal, tehát ez roppant utopisztikus, és hogy te mondtad, hogy te szkeptikus vagy, ő meg tele van optimizmussal, tehát ilyen majdnem, hogy ez a hurrá optimizmus, hogy hogyan tudjuk mindezt megoldani, az összes problémát, amit ti mondtatok, az, hogy nem lesznek dugók, nem lesz smog, az egész lakosságnak lesz foglalkoztatása, mi fogjuk magunk megtermelni az élelmiszereket, és ezek roppant egészséges élelmiszerek lesznek, mindenkinek rengeteg szabad ideje lesz, hiszen nem a munkával kell tölteni állandóan az idejét, lesz időnk önfejlesztésre, tehát egy csomó olyan dolgot meg tudunk élni, ami korábban elképzelhetetlen volt, és ő például az általatok felvázolt problémákra, ez igaz, hogy nagyon ez a utopisztikus megoldás, de ő ezt ebben a megoldását ezekben a Skyway-típusú városokban látja, ami nagyon jó, meg nagyon szép, csak utána fel lehet tenni a kérdést, hogy ez nagyon szép és jó, de hogy? Tehát, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, mert az, a végkifejlet az zseniális, csak hogy a Coruscant és a Skyway városok közti pici idézőjelbe téve, és ez most elég szarkasztikusan mondtam, ezt a pici szakadékot valahogyan át kellene ugorni, hogy ez tényleg így működhessen. Társadalomtudományi szempontból is gondolkodni kell. Ugye leginkább ugye mi a természettudományok oldaláról közelítünk, hogy lesz-e oxigén, nem lesz oxigén, stb. De ugye azt is látni kell, hogy ugye milyen mintákat követnek. Tehát én ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy egy ilyen skandináv mintát, hogyha ez átültethető a jövőbe, ami tényleg annyira szimpatikus, és ugye valamennyien ugye ezeknek tudjuk, hogy nagy rajongói vagyunk, nem csak a természeti értékeknek, hanem az, hogy hogyan szerveznek egy államot, és hogyan működnek, hogyha ilyen példák lehetnek, és úgy mondom, hogy ezek lehetnek döntőek, mert azt is ugye Gergő említette a nagy felhőkarcolókat és a sikátorokat, és ugye a sikátorokkal együtt járhat azt mondom, a szegénység és a számtalan probléma, hogyha ez a két véglet között egy ilyen skandináv típusú államszervezés és működés dominál, akkor azt mondom, hogy ezek kihatással lehetnek arra, hogy nyilván az ott élőknek egy jobb élete legyen, kettő pedig azok a műszaki fejlesztések, vagy a természetbe való beavatkozások is olyan típusúak lesznek, amik nem pusztító jellegűek, hanem egy egyenrangúságon, és azt mondom, hogy nem egy természet lerablásán alapulnak. Tehát ezeket sem feledjük, ugye nyilván nagyon nehéz így a jövőbe tekinteni, de valahogy ez lehet szerintem a megoldás. Én továbbra is azt mondom, hogy ha a Földön egy ilyen Coruscant-szerű város lenne, most játszunk el ezzel a gondolatkísérlettel, Hongkong-szerű beépítettséggel és népsűrűséggel, amely körülbelül 20 ezer fő per négyzetkilométer, a Föld népesség 970 milliárd lenne, ami... Lássuk be, rövid távon is elképzelhetetlen az előbb említett okok miatt, hogyha belegondolunk abba, hogy tegyük fel, hogy mondjuk tudunk térugrással utazni, tehát el tudunk menni belátható időn belül más naprendszerekbe, más bolygókat is be tudunk népesíteni, akkor egy bizonyos helyen, tehát mondjuk a Földön nem lesz 970 milliárd, az általa előbb említett szuburbanizáció, dezurbanizáció miatt, mert hogyha van 970 milliárd fő, de legyen csak 45 milliárd a Trantor esetében, aki megteheti azt, hogy az űrutazásnak a fejlettsége miatt elköltözön másik világra, mert megteheti, ahogy Debrecenből is kiköltöznek Józsára vagy Kismacsra, akkor itt is meg fogják tudni tenni. És meg is fogják tudni tenni, és meg is fogják tenni ezt, mert gyakorlatilag mindenki törekszik egy jobb életminőségre, és nem egy zsúfolt városban élni, hanem egy sokkal egészségesebb részre. Na de ahogy előbb említetted, Erzsó, ezt a másik típusú várost, ami sokkal élhetőbb környezetet biztosít, tehát ami tényleg ilyen nagyon-nagyon optimista megközelítés. Nekem egy kicsit és most megint visszatérek az alapítvány univerzumába, a Solaria nevű bolygó jutott eszembe, ahol relatíve kevés ember él, de ők fullba tolják a social distancing-et, tehát
Mindenki a saját kis házan, a saját több ezer négyzetkilométeres telkén él, robotokkal tenyészti az állatokat, meg termeszti a növényeket, gyümölcsöket, és akkor kereskednek egymással, de nagyon-nagyon eltávolodtak egymástól. Tehát ami nekem kérdésem az az, hogy ugye miért kell ezt a bolygóvárost feltétlen egy Manhattan-szerű beépítettséggel azonosítani? Miért nem lehet mondjuk Zalakarossal, az is város? És itt megint csak a város fogalmával kerültünk szembe, hogy mi a város? Igen, hát szerintem ez nemzetről nemzetre, országról országra eltérhet. Ugye most csak egy példa, hogy ugye szokták emlegetni, hogy valaki eljutott valamelyik afrikai faluba, és ugye egy falunál is arra gondolunk, ami nálunk, hogy elmegy valaki, hogy néz ki, és akkor csodálkozunk, hogy egy afrikai falunk nyilván egész más képe van. Ez a városkép is nagyon eltérő, hogyha mondjuk Magyarországon élsz, vagy hogyha mondjuk az Egyesült Államokban. És azt mondom, amit az elején is ugye beszéltük, hogy ez, hogy nincsen egységes recept. Lehet, hogy a szó magyar és angol fordításban is ugyanaz, de óriási különbségek vannak. Tehát azt mondom, hogy lehet olyan kertvárosi, az őshonos vegetációval, állatvilággal való minél harmonikusabb együttélés mellett egy olyan bolygóméretű szisztémát kialakítani, ami nem olyan város, mint mondjuk Manhattan vagy Hongkong, ahol minél egyenletesebben oszlik el a népesség, illetve ugye támogatják mondjuk a háztáji gazdálkodást, a hulladékmentes gazdaságot, de ez tényleg nagyon-nagyon erősen utopisztikus, az én véleményem szerint. Hát igen. Mert nincsenek meg hozzá az eszközeid, meg nincs meg hozzá a megfelelő infrastruktúra, meg nincs meg a emberekben alapjába véve ez a fajta gondolkodásmód. Tehát amíg ugye egy településen nem okoz gondot, hogy kimész a kertbe és elégetett például az autóguminat, meg a műanyag flakonodat, és fel se verül benned, hogy ezt nem kéne csinálni, amíg ezen nem történik, ameddig ebben nem történik változás, addig majdnem, hogy azt mondjuk, hogy a többi az ilyen sziszi-fuszi munka szinte. Igen, ugye itt említettem ezeket a társadalomtudományi kapcsolódásokat, de nyilván itt a szociális viszonyokat is figyelembe kell venni, hogy nyilván egy olyan társadalmi környezetben, ahol nagyon súlyos problémák vannak, vagyoni különbségek, egyszerűen mély szegénység vagy éhezés, hogy nyilvánvalóan nem lehet várni egyfelől a tudatosságnak sem egy olyan fokát, kettő pedig az, hogy mindenki egy irányba, úgy mondom, hogy egy jövőbeni űrtársadalom, vagy hogy is mondjam, irányába fog menetelni. Tehát jelen pillanatban az, hogy ennek milyen realitása van, sajnos ezek a földi körülmények, meg a földi valóság gátatszabb. Az, hogy esetleg egy olyan időskálán, amikor mondjuk az űrtechnika lehetővé teszi, hogy az ember valóban kolonizálja itt a környezetét, most nyilván a Hold, Mars, vagy esetleg valami nagyon távoli jövőben, amit egyébként én nagyon szkeptikus vagyok, azt mondom, hogy a naprendszeren kívüli világot, ott már egy nyilván egészen más viszonyok lesznek, ezt nem láthatjuk be, de egy biztos, hogy az ilyen típusú ma létező társadalmi problémákat, ami ugye a föld lakosság számának nagyon nagy hányadát napi szinten érinti, ezeket meg kell oldani, hogy lehetőség legyen arra, hogy így együtt meneteljen egy tudatosan és egy irányba az emberiség. Érdekes ennek kapcsán, ugye mondasz, hogy én egy optimista gondolatot mondjak, mert ugye már említettem sokat a Star Trek-et, ugye elvileg 2063-ban fog megtörténni a kapcsolatfelvétel napja, amikor már túl van az emberiség a harmadik világháború és minden, és utána fog elkövetkezni az az időszak, ami az emberiségnek az új aranykora lehet, és hogyha belegondolunk, azért ez nem olyan távoli jövő, és akkorra már mindaz, amiket felvázoltunk eddig, hogy milyen jó lenne, milyen szép lenne, hogy megvalósítható lenne, úgy néz ki, hogy akkoriban már el fog indulni, hiszen már Picardék életében ez már realitás és valóság, mint ahogy mondtam, hogy akkor már ugye a Földön egy kicsit jobban meg szebben fognak menni a dolgok, tehát hogyha ezt a science fiction-t vesszük így egy kicsit ilyen optimista biztatásul, akkor talán mégis van remény arra, hogy ez valamilyen pozitív irányba egyszer el fog mozdulni. Hát azt hiszem, hogy ennél szebb végszót el sem tudunk képzelni.
Ez volt tehát a Planeta Questnek az 5. adása. A nyár folyamán még ebben a formában és felállásban találkozhattak velünk, legközelebb augusztus 5-en. Köszönöm szépen kedves hallgatóinknak a figyelmet, valamint műsorvezető társaimnak, Bardóczné Kocsis Erzsónak, vagy Kovács Gergőnek a közreműködést. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu